Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Több mint 4 évtized után küld újra embert az űrbe Magyarország. Hamarosan vendégünk lesz a műsorban, aki választott. Mindenek előtt azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Aktív felső Tisza, széles kerékpáros lehetőségek Vásárosnaményban. A második magyar űrhajós, vármegyénk szülöttje, Kapu Tibor, aki választott. Évadzáró, értékeltek és díjaztak a Móricz Zsigmond Színházban. A felső Tisza már eddig is ott volt az aktív turisztika térképén, a térségben azonban számos lehetőség rejlik még. A fejlesztési irányokról, tervekről a napokban szervezett konferenciát az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Vásárosnamény Gergely Ugornyán. Az eseményen annak is emléket állítottak, hogy a Beregi körlet 2024-ben az év kerékpárútja. Egy rövid szakasz az év kerékpárútjából. Az Aktív Magyarországért program közösségi oldalán tavasszal hirdették meg a versenyt, amelyet a legtöbb like begyűjtésével a Beregi kör nyert meg. Ez ugyanakkor csak egy szelete a felső Tisza különleges kerékpárút hálózatának, amelyet ez a térkép mutat meg a leglátványosabban. A Bereg aktív turisztikai lehetőségeiről Vásárosnamény Gergely Ugornyán tartottak tanácskozást. Térségünknek, a Beregnek, illetve Vásárosnaménynek egy nagyon komoly kitörési pontja a turizmus, ezért mindent megtettünk és meg is fogunk tenni a jövőben is. Elmondhatjuk azt, hogy a víziturizmusnak, a kerékpáros turizmusnak, a vadászati turizmusnak, a halászatnak, horgászatnak kiemelt központja vagyunk, de ne menjünk el semmiképpen sem amellett, hogy a középkori templomok útja is innen indul és behálózza a Bereget és a Szatmárt. Úgy gondolom, hogy a református egyház Deák Attila irányításával mindent megtett azért, hogy a középkori templomok útja is a helyére kerüljön, nagyon sokan megismerjék ezt, ugyanakkor meg kell említenem a Feti Víziget is, hiszen a Feti Vízig is az a rendszer, amely itt nálunk fölépült az áraposztó rendszer kiépítésével, az a kerékpározható töltéskorona adta magát, kb. 300 km-nyi kerékpározható töltéskoronánk van. Azért nem mondom, hogy ez kerékpárút, mert azért nem kerékpárútként funkcionál, de mindenki aként használja, és ezáltal lehetővé vált valamennyi, illetve nagyon sok beregi szatmári településnek a megtekintése, az ott lévő látványosságok fölkeresése, és jó magam pedig annak örülök, hogy a Beregi kör lett a év kerékpár útja, és személyesen is bejártam ezt a múlt hétvégén egy 70-80 fős társasággal. Mindenkit invitálunk tehát ide, nyilván van még teendő. Nagyon fontos, hogy amikor az ember odaérkezik, hogy bejár egy ilyen utat, akkor látja annak a hiányosságait is, de egy a lényeg, az infrastruktúrában még erősödnünk kell. A mai nap pedig azért lesz örömteli, hiszen egy nagyon komoly konferencián vehetünk részt az aktív turizmus okán, és láthatjuk azt, hogy mire van még szükség, föltárjuk azokat a hiányságokat, de azokat az attrakciókat is, amelyekért érdemes idejönni Vásárosnaménybe, Gergely Ugornyára, Szatmárra és a Beregbe. A Tisza adta lehetőségeket, a Bereg gazdag növényvilágát, pihenőhelyeit, kulturális örökségeit meg kell tudni mutatni. Erről Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke beszélt. Mint mondta, erre a megfelelő forrás már adott, a részletes tervek pedig hamarosan elkészülnek. A vármegyének valóban vannak kevésbé felfedezett részei még a turizmus szempontjából. A Bereg talán már országszerte is ismert, legalábbis a természetet kedvezők, a kultúrát kedvelők körében, a belföldi turizmusban is, de további lehetőségek vannak a vármegyében is. Van erre a Top Plus program keretében 5,5 milliárd forint, hogy ezeket a turisztikai lehetőségeket kihasználjuk, bemutassuk a nagy közönségnek, a megyének, az országnak, talán a világnak is, amilyen turisztikai lehetőségek vannak itt. Nagyon jó a megfogalmazása is ennek a programnak, aktív turizmus. A aktív turizmust össze lehet kapcsolni a természetjárással, a műemlékek felfedezésével, az épített örökségnek a felfedezésével, sőt kulturális szellemi örökségeink, gondoljuk íróinkra, költőinkre, ezeknek a felfedezésével is. Tehát ezt a hármasságot, a kulturális örökséget, az épített és a természeti örökségek egységbe fonva, ez egységes szolgáltatási csomagokban, turisztikai csomagokban meg tudjuk mutatni, akkor azt gondolom, hogy további lehetőségek vannak a turizmusban, amelyek amellett, hogy jó hiszünket viszik, az itt élőknek is a további bevételi lehetőséget, megélhetést jelentenek szállásadóknak, szolgáltatóknak, munkavállalóknak egyaránt. A Beregi kör érinti többek között Gergely Ugornyát, Tákost, Csarodát, Tivadart és Tarpát, tehát a középkori templomok útját is. Egy korábbi turisztikai pályázatnak köszönhetően a műemlék épületek jelentős része is megújulhatott.
Én úgy gondolom, hogy sikerült fölrakni a Felső-Tiszavidéket a turisztikai térképre, hiszen egy régi összehangolt fejlesztés egyik állomásán, egy következő állomásán vagyunk jelen. Először is a templom túra kultúrás örökséget fejlesztettük, szinte minden középkori templomot sikerült felújítani. Majd a töltéskoronán természetesen árvízvédelmi szempontból a vízügy kezdeményezésére folyamatosan épülnek az aszfaltozások. Most legutóbb is a vízügy nyert egy pályázatot, és a Tisza másik oldalán egészen Badalóig a védműnél, a vízáteresztőnél, pontosabban a Tivadari vízáteresztő után Badalóig le lesz aszfaltozva. Tehát egyre több kilométerre van lehetőségük az ide kirándulóknak kerékpározni, és hát van egy PR része is a dolognak, amit az aktív turizmus talált ki, jó ötlet egyébként, hogy szavazzanak a polgárok arról, hogy mely kerékpárutat tartják a év kerékpárútjának, és itt bevontuk a helyieket, a civileket, és egyáltalán a beregi, szatmári embereket is, hiszen közösen értük el azt, hogy ezzel az online felületen nagyon sokan szavaztak arra, hogy az év kerékpárútja egyébként jogosan ez a kerékpárút legyen. Hát bízunk abban, hogy idővel azért egyre több turista is érkezik, ehhez egy jó lépés talán ez, hogyha ezt megfelelően promotáljuk, hogy érdemes ide látogatni, kerékpározni, és akár vízitúrázni, akár pedig ugye a kulturális örökség turizmusban részt venni. A vásárosnaményi konferencián részt vett Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a Bereg az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége turisztikai szempontból. Sokan nem tudják Magyarországon, de a Bereg az egy aktív turisztikai paradicsom. Nem véletlen, hogy most a szavazáson a beregi kör lett az év kerékpárútja, de nem csak kerékpározásban, hanem ilyen vízen is fantasztikus lehetőségek vannak, csak kevesen tudják ennek a jelentőségét, de ezen a területen nagyszerű lovas turisztikai lehetőségeket is ki lehet építeni majd a jövőben. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy az emberek fejébe, magyar emberek fejébe felrakjuk a Bereget a térképre, mint ilyen aktív turisztikai lehetőségeknek a paradicsomát, és ebből szerintem a térség is nagyon sokat fog tudni profitálni. Az, hogy a beregi kerékpárút lett az év kerékpárútja, az egy nagyon fontos lépés ebben, hiszen itt az embereknek azért csak felkelti az érdeklődését, hogy mi is lehet itt. És ugye ez a térség, ez abból a szempontból fantasztikus, hogy 300 kilométernyi kerékpározható útvonal van kiépítve, és a református egyháznak az elhagyott épületeit felhasználva nagyon sok ilyen kiszolgáló, pont kiszolgáló létesítmény is létrejött, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a Balaton, Fertőtó vidéke után az egyik legjobb kerékpáros turisztikai lehetőségekkel ez a térség rendelkezik most Magyarországon. Az év kerékpárútja versenyt 5. alkalommal hirdette meg az Aktív Magyarországért program. 2020-ban a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, 2021-ben a Poroszló és Tiszafület közötti kerékpáros hidakon vezető vonal volt a közönség kedvence. 2022-ben a Deszeda-tavat megkerülő kerékpárút kapta a legtöbb szavazatot, tavaly pedig a Békés Csaba körül futó Wengheim kerékpárút kapta meg a címet. Ki ne tudná, hogy vármegyénk szülöttje, Farkas Bertalan az első és mindez idáig egyetlen magyar űrhajós. Ki gondolta volna, hogy a másodikra 44 évet kellett várni. És ki gondolta volna, hogy ismét vármegyénkből jut el valaki a kivételes lehetőségig. Márpedig így van, néhány hete jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a 32 éves Kapu Tibor lehet az ember, az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világ űrbe küld. Nagy örömünkre az érintett elfogadta meghívásunkat, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk a stúdióban. Köszönöm is a meghívást. És hát gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy te vagy akkor az érintett, a kiválasztott. Milyen érzések kavarogtak akkor benned, amikor megtudtad ezt az információt, hogy bizony mehetsz? A hír igaz, 2,5 hete volt, hogyha jól visszatudok számolni, bár megmondom őszintén, hogy az elmúlt 2,5 vagy akármennyi hét az elképesztően sűrű volt. Úgyhogy kicsit már összefolynak a napok. Az érzések, amik kavarogtak bennem, egészen természetesen volt öröm, hiszen az ember
ugye a 14 hónapos kiválasztása és a 14 hónapos kiképzése utána így több mint két és fél éve, nagyjából két és fél éve már ezért dolgozott. Az öröm mellett volt egy olyan érzés, hogy tényleg felszabadultam és leesik a teher a vállamról, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy tavaly márciusban lettünk négyen kiválasztva, mint űrhajós jelöltek a kollégáimmal, és az elmúlt 14 hónapot, ahogy az előbb említettem, mi vállak vetve csináltuk végig, szinte minden percét együtt töltöttük. Botorság lenne azt mondani, hogy kollégák voltunk, igazából ez jóval inkább a bajtársiasság és akár inkább a család felé húzott. És mivel minden négyen egy pozícióra jelentkeztünk, amit csak egy ember érhetett el, ezért amikor a döntés megszületett, láttam az arcukon a letörtséget, ami rajtuk fellép, hiszen ők nem ülhetnek abban a székben, ahol most én ülök. És szerintem természetes, hogy egy ilyen közegben ennyi közös élmény után az ember nem maradéktanul boldog, hiszen hat rá az, amit a többiek éreznek, amit a társai éreznek. Úgyhogy kicsit ilyen kevert érzésekkel, kicsit ambivalens érzésekkel vágtam neki annak az éjszakának, de azt mindenképpen hozzá kell tegyem, ugye én lettem a kiválasztott és Gyula a tartalékosom, és amikor Gyula, illetve egyébként a többiek is, amikor megtudták, hogy ami sikerült, az nekem sikerült, az öröm, amit akkor tényleg őszintén tanúsítottak felém, az valami olyasmi, amire a következő hónapokban, években nyugodtan tudok támaszkodni a rengeteg más egyébként közös momentum és élmény mellett, hiszen az a csapatmunka, ami innen következik és meg is kell, hogy legyen, az ilyen fontos élményekre tud alapulni. Úgyhogy egymás örömének őszintén tudunk örülni. Az egészen természetes, hogyha az emberek nem jönnek össze a céljai, akkor maga miatt kicsit letört. Beszélsz itt az emberi tényezőről, de van egy másik emberi tényező is, ez pedig a család. Hogy a család mit szólt, amikor megtudták a hírt? Ugye el szoktuk mindig mesélni, hogy május 26-án történt a kiválasztás. Mi azt tudtuk, hogy akkoriban lesz, de az, hogy pontosan azon a dátumon lesz, az csak kettő nap előtt tudtuk meg. Azért érdekes ez a dátum, mert éppen 44 évvel azelőtt bocsátották fel Farkas Bertánt, akiről az imént szó volt. Nem véletlenül volt akkor ez a dátum, gondolom. Igazából az univerzum akarta így, hogy őszinték legyünk, és aztán tényleg nagyon gyorsan elmesélem, hogy az a konszenzusos döntés, ami meghozta, hogy akkor mi négyünk között a sorrend, az pedig épp 20 óra 20 perckor lett aláírva, ami egyébként a pontos időpontja annak, amikor a Bercit felbocsátották. Azért meséltem el csak ezt el, mert ugye, ahogy szintén a Felkovban elhangzott, Szijjártó miniszter úr egyből másnap reggel be is jelentette a kiválasztásnak az eredményét, magát a döntést. Ezért nekem szüleimnek nem volt nagyon-nagyon sok időm elmondani hogy alakult az elmúlt 14 hónapomnak a végeredménye. Nem is tudták egyébként, hogy pontosan aznap lesz a kiválasztás. Haza is kellett volna egyébként jönnöm Nyíregyházára, hiszen nekünk a családban eleve nagyon nagy a család, és május vége körül 5 születésnapot is ünneplünk, és aznap május 26-án egy nagyon szép vasárnapi nap volt, ami mindenkinek jónak ígérkezett, még nekem is, egy ilyen hatalmas nagy születésnapi ünneplésre. Mégsem tudtam végül jönni, hiszen aznap volt a döntés. Személyesen viszont mindenképpen el szerettem volna mondani, ezért történt az, hogy a döntés után egyből autóba pattantam, és hajnal 3-kor érkeztem haza Nyíregyházára. Fel is hívtam apát, hogy ne féljen, nem rabló jön be, nem betörő jön be a házba, hanem csak én vagyok. És közöltem velük a jó hírt, elképesztő boldogság, de azért azt is látni kell, hogy anyán és apán a féltés és a büszkeségnek a különböző arányai jelentkeznek mindig. Gondolom, nem egyszerű ilyenkor. Nem egyszerű ilyenkor. Anyának rengetegszer mondtam el, hogy miről is szól valójában az űrutazás, és milyen rizikók vannak benne, de és hogy mennyire biztonságosabb ez már, mint mondjuk 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, de az anyai féltés, ami ilyenkor benne van, az szerintem az mindig is ott lesz, és ez mindig fellép. Emellett az a boldogság és az a támogatás, amit ők tanúsítottak felém, az egészen elképesztő volt. Remélem, hogy lesz időnk még arról beszélni, amit szóba hoztál, hogy mennyire biztonságos, vagy biztonságosabb, mint 30 évvel ezelőtt, de még azért arra kíváncsi lennék, hogy mire gondoltál akkor, vagy gondoltad volna egyáltalán azt, hogy eljutsz ide, amikor beadtad a jelentkezésedet, hiszen itt közel 250 jelentkező volt. Így van, 247-en kezdtük, azok, akiknek érvényes volt
a pályázata, és aztán a következő fordulók során egyre és egyre kevesebben lettünk, egész nagy számmal is szűrtek ki egy-egy fordulónál embereket. Nem gondoltam volna egyáltalán, sőt azt kell mondjam, hogy amikor még négyen voltunk, vagy akár amikor nyolcan voltunk egy kicsit előtte, egyikünk se gondolta volna, hogy egészen odáig eljutunk egyáltalán. Szerintem a 247-ből nagyon-nagyon kevés ember adta be úgy a pályázatot, hogy ez nekem biztos, hogy sikerülni fog. Az ember lát egy ilyen lehetőséget, ezt ki kell használni egészen természetes, sőt, ez egy olyan dolog, amire nekünk fel is kell hívni a figyelmet a gyermekeknél, a kisiskolásoknál, így is kell inspirálnunk őket. Hogyha látnak egy ilyen lehetőséget, vagy adódik egy ilyen lehetőség, akkor mindenképpen használják ki, hiszen mit veszíthetnek. Úgyhogy nem gondoltam volna egyáltalán, sőt, még aznap este, amikor megszületett a döntés, sem gondoltam volna, hogy így alakult, de hát természetesen nagy az öröm. Egy Nyíregyházi, illetve Vármegyei televízióban vagyunk, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a lokál patriotizmusodról, már ha egyáltalán létezik. Teljes mértékben. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben érzed tényleg ezt a sikert úgy, hogy ez a nyíregyháziasságodnak is köszönhető. Nem volt rengeteg alkalmam arra, hogy ezt átgondoljam, de az, hogy részese Nyíregyháza ennek az egész sikernek, az tagadhatatlan. Mind egy közösségi élményként, hiszen tényleg a mai napig rengeteg támogatást kapok innen, mind barátoktól, mind családoktól, mind egyébként bárki, aki nyíregyházi, vagy bárki, aki Szabolcs vármegyei, rengeteg ilyet hallottam már, hogy a Tibika mi fiunk, azóta csak ez hangzik el minden ilyen rendezvényen, aminek őszintén nagyon örülök, hiszen ez egy ilyen összetartozási érzést fejt ki az emberekben. És mind olyan értelemben is sikere van Nyíregyházának ebben, hogy tényleg én itt nőttem fel, nem csak a tanáraim neveltek, a szüleim is itt neveltek, a barátaim is itt neveltek, így szereztem meg azokat a nagyon-nagyon meghatározó gyermekkori élményeimet, ez egészen 18 éves koromig, amiket eltettem a batyumba, és azóta is formálnak engem, illetve személyiségem alapját adták. Úgyhogy erre a számozásomra én elképesztően büszke vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen jövök ide mindig vissza, amikor van időm. Most is a Krudiból jössz. Ugye, egy elég kemény napon vagy túl, mondhatjuk azt, hát ha nem is szétszedtek ott a Krudi tanulók és a tanárok, de gondolom azért nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és alig akartak elengedni ide a stúdióba. Így van. Hát szerkesztőnek ott kellett volna lenni, tényleg, mert azt, ami ott történt, azt nehéz elmesélni. Több száz diák, a teljes tornaterem tele volt. Éreztem azt a vibrálást, azt a szeretetet, amit tőlük kapok, azt a lelkesedést, azt az érdeklődést. El is meséltem nekik még a beszédem, vagy beszélgetésünk elején, hogy nem sok olyan alkalom volt, hogy én ilyen körülmények között léptem be a gimnázium falain, vagy gimnázium ajtaján. Úgyhogy felemelő érzés volt tényleg. Nem gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyire érdekelhet őket a téma. De valahol, hogyha belehelyezem az ő helyükbe magamat, akkor valószínűleg én is büszke lennék erre. Úgyhogy tényleg igen, Krudiból jövünk, remélem, hogy még jövünk is majd többször. El is lett rengeteg tekintetben mondva, hogy vissza is kell jönnem ide, amikor majd az űrrepüléssel végeztünk, úgyhogy nem az utolsó alkalom volt. Felvezetőben is elhangzott, hogy Farkas Bertalan, ugye az első magyar űrhajós, ő is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei. Mi a véleményed erről a véletlen egybeesésről? Ez nem véletlen. A szabolcsi levegőben van valami. Ez most már teljesen biztos. Természetes, hogy nem a saját érdemeimet szeretném itt kihangsúlyozni, de azt valóban gondolom, hogy ez a víz, ez a föld, ez a levegő itt valamit tartogat magában, mert nagyon-nagyon-nagyon sok sikeres ember indul útjára a mi szeretett kis megyénkből. Úgyhogy ez valami olyasmi egyébként, amit minden esetben szeretek hangsúlyozni, amikor elmegyünk rendezvényekre, amikor beszélhetek valakivel erről. Az üzenet az valójában inkább az, hogy bármilyen messziről is jöjjön az ember, és bármihez is szeretne kezdeni, kitartó munkával, alázattal, empátiával, őszintességgel tud oda jutni, ahova szeretne. Ha ez a messzi hely, ez Nyíregyháza, egyes
iparokban, mint az űripar, lehet, hogy még több esélye is van. És azért még hadd tegyem hozzá, mint gyakorló szülő, hogy azért nem mindegy a támogató közeg sem, ugye? Ez mert ugye erről is beszéltél, meg egy korábbi interjúban is mondtad, hogy azért a család is támogat, és hát ugye ott van az iskola és a nevelő intézmények. Igen. De beszéljünk arról, hogy ugye hát ez nem egy kirándulás lesz, hanem ez egy bizony egy komoly küldetés. Most hogyan tovább? A nyáron még itthon maradunk Gyulával. Edzünk, tanulunk, repülünk, ahogy eddig is, úgyhogy a nyárnak a nagy része az úgy fog telni, ahogy eddig, bár a sok média szereplés is tényleg mindenki elképesztően örülünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sok helyre emeltünk, az egy kicsit különlegesebbé teszi majd a következő időszakat. Ősszel fogunk kiköltözni Amerikába, nagyjából, ahol megkezdődik majd a küldetés specifikus tréningünk, ezt az Axiom Space nevű magánvállalat nyújtja nekünk. Felkészítik azt a négy embert, amik közül az egyik én vagyok, aki majd abban az űrkapszulában ül, és elkezdi a hajszáját az űrállomás felé, majd dokkol, majd elvégzi fent a kísérleteket, illetve kiképzik persze Gyulát is és egyéb tartalékosokat, akikről még egyébként sok mindent nem tudunk. Aztán meg lesz határozva valamikor a felbocsátásnak, a startnak a dátuma, ezt sem tudjuk még pontosan. Idén év vége a leghamarabbi verzió, és jövő év első vagy második negyedéve, ami még, sőt, talán még inkább szóba jöhet. De a valódi lényeg az valóban utána következik azon a 30 napos küldetésen, amit mi föntöltünk az űrállomáson, ahol én, mint magyar űrhajós, kizárólag magyar kísérletekkel fog foglalkozni, magyar kutatócsoportok, magyar vállalatok, magyar egyetemeknek a beadványai. Azt reméljük, hogy nekik ez a utána lévő, utána a következő tudományos, illetve ipari életükben egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő lesz, és majd azon eredmények által, amit mi közösen érünk el velük, tudnak majd prosperálni ebből. Lehet erről tudni valamit? Lehet. Vannak már olyan kísérleteink, amik megvoltak gyakorlatilag a program indulása előtt is. Ez mindaz annak köszönhető, hogy a magyar űripar az nem egy új keletű dolog, ez nagyon komoly gyökerekre vetíthető vissza. Igazából már Berci felbocsátásakor 44 éve is magyar eszközöket vitt fel a Szajút űrállomásra. Itt meg lehet említeni a Balaton műszert, itt meg lehet említeni a Bille nevű dozimétert, ami egyébként hatalmas sikernek örvend azóta is az űriparban, a nemzetközi űriparban. Az elmúlt 44 évben nem igazán volt olyan időszak, amikor a Pille valamelyik verziója ne teljesített volna szolgáltat az űrben, akármilyen űrállomásokon vagy űrsiklón. És egészen természetes, hogy ennek valamilyen utódját azt mi is fölvisszük majd az űrállomásra, úgyhogy sugárzásméréssel fogunk foglalkozni, ez egyik témánk, de tényleg ez egy olyan tudományterület, ami Magyarországnak rengeteg öröksége van, és az ilyen stabil űripari tudományainkra kell építenünk. Vannak orvosbiológiai kísérleteink is, itt főleg arra kell gondolni, hogy sok paramétert mérünk az űrhajóson, és megpróbáljuk ezeket összehangolni, megnézzük, hogy ezen paramétereknek milyen hatása van a másikra. Van olyan kísérletünk is, ami növénytermesztéssel foglalkozik, ez a Debreceni Egyetem gondozásában van. Főleg paprikáról beszéltünk eddig, ez lehet majd a későbbiekben más is. Sok más egyéb, sok jó tulajdonsága mellett a hosszú távú űrutazásban ez majd rengeteget tud segíteni. Aztán van egy gyógyszerkísérlet, ami gyógyszerkísérletnek mondható, de valójában inkább termékfejlesztés. Ez arra irányul, hogy megvizsgáljuk nagyon könnyű módszerrel, ezt a könnyűséget ezt kell érteni súlyban is, illetve az eszköz bonyolultságában is, hiszen az a célunk, hogy egy olyan terméket fejlesztünk ki, ami egy sugárzást elszenvedett gyógyszerről meg tudja mondani nagyon könnyen is, ahogy említettem, és egyszerűen, és gyorsan, hogy ez még működik-e vagy nem. Vagy fel fog villenni egyszer csak egy zöld lámpa, és azt mondja, hogy igen, ezt az algoritmust még be lehet venni. Csak mondtam egy példát. Bocsánat, hogy a szabadba vágok, még egyetlen egy témára nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye ezt azért már a beszélgetésünk elején említettük, hát ez pedig ugye, ahogy a szüleid aggódnak, tehát hogy, igen. És akkor mondtad nekik, hogy teljesen más, mint 30 évvel ezelőtt a biztonság, mennyiben más? Hogy azért nem mondom, hogy ne aggódjunk, de azért egy kicsikét nyugodtabbak lehessünk mi is. Az űrutazása sosem lesz rizikómentes. Gyakorlatilag nincs olyan űrrepülés,
aminek folyamán, és itt most tényleg az egészen párnapos küldetésektől a egyhetes, kéthetes, négyhetes és fél éves időtartamokról tudunk beszélni. Valami mindig történik, aminek nem kellett volna történnie, de a legtöbbször ezt meg lehet oldani. A legeslegnagyobb rizikó, amit tényleg mindig van, az mindig a felbocsátás és a visszatérésnek az időtartama. Látni kell, hogy ez a pár perc, amíg kijutunk az űrbe, legyen most leegyszerűsítve 10 perc, az egy 6 hónapos küldetésnek a rizikóinak a 90%-át elviszi. Az a jó hír, hogy manapság nem lehetnek olyan emberszállító eszközök, amik ne, és most nyilván űriparról, hogy űrrepülésről beszélünk, amik ne lennének felszerelve olyan küldetés megszakító eszközzel, ami akkor élesedik, mikor maga a rakéta az éppen egy hibát szenvedne el, vagy akár fel is robbanna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 70 méteres rakéta, ez nagyjából egy 20 emeletes háznak felel meg, és annak a felső pár métere az a kapszula, amiben majd mi négyen csücsülünk. Hogyha az alatt lévő rakétával bármi történik, akkor az a kapszula érzékelni tudja, és repülés közben beindítja a saját kis pici rakétáit, és ez lerántja a rakétáról. Kicsit nagyobb terhelést fog szenvedni olyankor az űrhajós, de biztonsággal tud ejtőanyagokkal landolni az óceánban, és így történhet meg az, hogy maga, ami a valóban nagy rizikót viseli, ugye maga az üzemanyag a rakétában, ha azzal bármi történik, akkor mi még mindig meg tudunk menekülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, büszkék vagyunk rád, és sok sikert kívánok. Köszönöm én is. Köszönöm. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Móricz Zsigmond Színház. Az eseményen értékelték az elmúlt egy év legjelentősebb előadásait, a jegyeladásokat és a bérletértékesítéseket. Emellett kiosztották az ilyenkor szokásos díjakat, és ismertették az új évad műsortervét is. Ez van, nekem felé, hogy Niki köszönti a társulatot. Köszönetet mond a akkor minden kollégám nevében szeretnék a támogatókat megköszönni. És most pedig megkérem igazgató urat, hogy jó hangulatban telt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház idei évad zárója. Ez annak is köszönhető, hogy a teátrum a tavalyi évadhoz képest több bevételt könyvelhetett el. A bérletesek száma ugyanis 14%-kal, az össznézőszám pedig közel 40%-kal növekedett egy év alatt. A legnépszerűbb előadás az Életre valók volt, amelyre több mint 11 000 voltak kíváncsiak. 441 előadással zártuk az évadot, ami egy kimagasló. A bérletesek száma pedig olyan 16 500 körül van, pontosan ezt most fejből nem tudom megmondani, de a lényeg, hogy ezek nagyon nagy emelkedések az előző évadhoz képest. Bár akkor volt bezárás, de ettől függetlenül ez egy kiemelkedően magas szám. Úgyhogy én bízom benne, hogy ha nem is ilyen mértékben, de a következő évadra is valamilyen mértékű emelkedést tudunk majd mutatni. A színház épületének korszerűsítésére, az eszközpark fejlesztésére több mint 60 millió forint jutott ebben az évadban. Több mint 63 millió forintot költöttünk fejlesztésekre, ami talán a legfontosabb, az a színház fűtés-hűtés rendszerének a korszerűsítése. Ugye az elmúlt évadban ez egy különösen nagy teher volt számunkra. Ezzel a fejlesztéssel nagy mértékben tudjuk csökkenteni a költségeinket. De a mindennapi működésünkben is nagy előrelépés a színház galéria termének kialakítása, ami a színház büféjében volt található. Itt még a mikroportoknak a bővítése egy jelentős dolog, és sok kis apróság, ami a mindennapjainkat könnyíti. Idén is kiosztották a legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat. Nyíregyháza város Nívó díját Szabó Nikolett színművész vehette át, a Godó díjat Tóth Károly színművész. Az Aranykalapács díjat Holecskó Ildikó fodrásztárvezető érdemelte ki, az Aranyceruza díjat Kordovánné Markó Zsuzsa munkaügyi előadó. A Próteátrum díj tulajdonosa Kis Eszter Júlia és Gulyás Attila színművészek lettek, a Hátsó Színpad Alapítvány díjé pedig Tanyik Zsófia művészeti titkár. Nagyidai Gergő mesterhármassal zárta az évadot, a Kelet színésze és a Lipót díj mellett ugyanis a Móricz díjat is hazavihette. A színművész a díjesővel nem csak az évadot zárta, 20 év után a színháztól is búcsúzik. Óriási munka volt itt a Móricz Zsigmond Színházban dolgozni, felemelő
pusztító. Minden, amit a színésznek át kell élnie, az a 20 évben, az a 20 évben megvolt. Én azt hiszem, hogy ezt főleg a mai nap után, a díjak után, ezt már talán nem lehet fokozni. Nem tudom, biztosan érhettek volna itt még nagyobb örömök, nagyobb szerepek, jó szerepek, rossz szerepek, de szerintem most már itt az ideje, hogy egy kicsit tágítsam a világot magam körül. Szeptembertől a musicalek évada várja a nézőket. Érkezik a Padlás, az Alul semmi, a Rumini tükörszigeten, az előző évadból pedig az Ankónai szerelmesek és a Nők az idegösszeomlás szélén is repertoáron marad. A zenés darabokon kívül azért igyekszünk más irányba is vinni. Padlás ugye rögtön egy musical, de ezt követően komolyabb vizekre evezünk. Kosztolányi Dezső egy regényét, a Pacsirtát tűzzük műsorra. Aztán ismét egy kicsit populárisabb műfej, az Alul semmi következik. Majd talán komolyabbnak mondható a Király beszéde, ami egy valós események alapján készült színházi történet. És végül az Aranylakodalom, ami a Legény búcsú második része, fogja megmozgatni a rekeszizmokat. A Krudi kamarában a Jászdújra szemmel kezdjük az évadot, majd a Házassági leckék középhaladóknak következik. Ezután pedig a Jerma című előadást fogjuk bemutatni, ami igazán komoly és mély előadás, illetve még egy sírpiknik is várható a Bencs villában. A következő évadra érvényes bérletek értékesítése június 17-én hétfőn kezdődött. A régi bérletesek viszont csak július 19-éig jelentkezhetnek megújításra. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, várjuk Önöket akkor is. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!